Március közepe óta ezekbe az intézményekbe nem léphetnek be civilek. A folyamatban levő ügyek feldolgozása viszont nem állt le. A bírók és a bírósági alkalmazottak folyamatosan dolgoznak, és a beadványokat is fogadják az ügyfelektől, igaz most csak levélben vagy elektronikusan. Utóbbi az az ügyfélkaput, a cégkaput vagy az úgynevezett hivatali kaput kell használni. A tárgyalásokat is megtartják teljesen újszerű módon. Most akár okostelefonos videóhívásban is lehet ítéletet hirdetni. Amennyiben lehetőség van a büntetőeljárások folytatására, úgy azt elsősorban tárgyaláson kívül végzi el a bíróság. Amennyiben viszont olyan eljárási cselekményt kell foganatosítani, amely személyes jelenlétet igényel, úgy a bíróság a személyes jelenlétet igénylő eljárási cselekményeket megpróbálja elektronikus úton lefolytatni, tehát elsősorban a távmeghallgatással, másodszorban pedig bármilyen olyan elektronikus kommunikáció útján, ahol a kép és hangfelvétel biztosítható. De nem csak a büntetőügyek tárgyalásában hozott újdonságokat a koronavírus terjedése, az összes ügyszakban máshogy működnek a bíróságok. A polgári peres tárgyalások nagy részét például hasonlóan a büntetőügyekhez online digitális eszközökkel tartják meg. A gazdasági ügyszakot érintő változásokról kicsit rövidebben beszélni, gazdasági ügyszakban, cégeljárásokban, illetve a civil szervezetek bírósági nyilvántartásával kapcsolatos eljárásokban továbbra is működik a bíróság, azonban kizárólag írásban kommunikálnak, elektronikus online módon történik itt a beadványok beadása, illetve az azokra történő válaszadás. Közigazgatási ügyszakban a közigazgatási bíróságok kizárólag tárgyaláson kívül járhatnak el. A bíróságokat érintő változások a veszélyhelyzet visszavonásáig lesznek érvényben.